A méhek már csak a kaptárak körül repkednek. Elvirágzott az akác, a repce, a hás és a napraforgó is. Nincs már semmi, amiről nektárt gyűjthetnének be. Emiatt cukoroldattal kell táplálni őket, hogy ne gyengüljenek el. Az ő munkájuk erre az évre véget ért. A méhészek pedig már a pergetésen is túl vannak. Az idei méz mennyiségével elégedettek a termelők, bár az év nem indult túl jól számukra. A hideg időjárás és az ázsiai varroaatka tizedelte meg az állományokat. Tavasszal panaszkodtunk, azért a megyében egy 30-40%-os mélypusztulás volt, de utána az időjárás lehetővé tette a méheinknek a fejlődését. Egy szép akászeredményünk volt, és utána egy elfogadható napraforgó itt a megyénkbe. Más megyékbe azért, ahol a földek másabbak, nagyobb napraforgó területek vannak, ott még magasabb volt a napraforgó termés. A termelő szerint a megyében, aki nem vándorolt a méhekkel, még az is közel 25 kg mézet tudott termelni. De nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre sem lehet panasza a méhészeknek. Az időjárás nem befolyásolta a hordást, így kiváló minőségű méztermés lett idén. Annak pedig külön örülnek a méhészek, hogy a magyar piacról teljesen sikerült kiszorítani az eddig a hazai mézek hírnevét rontó hamisítványokat. Az idejében a Magyarországon OME által bevizsgált mézek, be nem volt hamisított méz, csak kiváló mézeket, sőt kiváló magyar mézeket lehetett találni az élelmiszer, boltok polcain és a termelőktől vett minták alapján. A méz felvásárlási ára idén nem változott a tavalyhoz képest. A raktárak pedig jelenleg telítettek, így a felvásárlás is szünetel. A méz nagy része nem a hazai boltok polcain landol, hanem megközelítőleg kétharmada külföldi exportra kerül.